Mécsesekkel és koszorúkkal tisztelektek Szekszárdon az alsóvárosi temetőben nyugvó katonák sírjai előtt az egybegyűltek. Vannak, akik minden évben ellátogatnak ide halottak napja alkalmával. Sőt, olyan külföldön található kegyhelyeket is rendszeresen felkeresnek, ahol magyar honvédek nyugszanak. Mi Doberdo, Isonzo, Montegrappa, Cavazzo del Tomba, magyar honvéd sírokat látogatunk meg, koszoroztunk meg, és részt veszünk minden első világháborús hőseink megemlékezésén, és mi már itt voltunk 2 nappal korábban, az összes síremlékre gyertyát helyeztünk. Petko Tamás szekszárdi katolikus plébános beszédében emlékeztetett, hogy az orosz-ukrán háború ismét európai emberek ezreinek halálát okozza. Szerinte halottak napja alkalmával róluk és minden elhunytról meg kell emlékezni, köztük a hősi halált holtakról is. Az alsóvárosi temetőben kialakított emlékhelyen 71 katona sírja található. Közülük sokan még 30 évesek sem voltak, amikor elestek. De névtelen honvédek és orosz hadifoglyok is nyugodnak itt. Gyurkovics János szekszárd alpolgármestere arról beszélt, régi hagyomány már, hogy a megyei jogú város vezetése halottak napja alkalmával megemlékezést tart ezen a helyen. Mi figyelünk erre nagyon, hogy kegyelettel emlékezzünk meg, és hát itt a városi megemlékezés is úgy érzem, hogy méltó volt és megfelelő színvonalas volt. Természetesen a katonák, az elhunyt honvédek, és hát természetesen a itt és a másik temetőben lévő családtagok, barátok, rokonok, ismerősök részére is. A szekszárdi alsóvárosi temetőben található katonasírokat néhány éve újította fel az önkormányzat.